Hát édesapám volt, meg édesanyám is ott, testvérem volt, egy testvérem volt. Az már régen meghalt. Földművesek voltunk, földet dolgoztunk, földet szántottuk, meg kapáltunk. Azt csináltuk. Hát akkor is olyan, ugyanolyan volt, úgy dolgozni kellett, mint az alatt is. Így este fele jöttek, délután jöttek be mezőberénybe az oroszok. Mezőberénybe délután jöttek be. Hát aztán dolgozni kellett. Szigorúság volt, vagy hogy mondjam, katonák voltak a határba. Nem tudtunk nyugodtan kimenni, még tengeri törni se. Nem törtük le a tengét össze, nem volt letörve a tengeri, mert féltünk. Katonák voltak. Katonák voltak. Magyar katonák is, meg oroszok is. Voltak mindenféle katonák, azt nem törtük le a tengeri tősszel. Azt tudom. Bántani nem bántottak. Nem. Tanyán laktunk, tanyán, és akkor a híthoz kellett menni. Ha egy hítuló tanosz, hazahoztak minket iskolába. Ott táboroztak össze sokunkat már iskolába. Nem mondták, hogy mi fog történni. Csak bevittek bennünket egy iskolába, vasárnap délután volt. Be kellett menni egy iskolába, és anyukám bekísért, én meg aztán kiment a tanyára. Én meg ott maradtam az iskolába, aztán ott is aludtunk, padba ülve úgy aludtunk. Bizony. De mi rajtunk volt, jó fel voltunk költözve. Ilyen ruha nem őket, ezt azt vittük. Kabátot, nagy kabátot, mert tél volt. Az nagy kabát, az kellett, nagy prémes kabátom volt, azt vittem, mert hideg volt. Azt kivittem. Innen Gyulára vittek minket, Mezőberényből Gyulára. Jelentek innen autóval, onnan meg aztán bevagonéroztak, vagomba tettek. És 2 hétig vittek Oroszországba. 2 hétig. Nappal mindig álltunk, úgyhogy minket kiloptak, nappal nem mentünk, állt a vonat nappal. Hát az úgy nézett ki, hogy nők együtt voltunk, férfiak nem voltunk, nők voltunk egy vagomba, akkor a vagomba vágtunk lyukat, egy vedret letettünk, és ott végeztük a dolgunkat szükség szerint, egymás után sorba. De úgy sekültünk a sorba, hogy ha egy megfordult az ágyon, akkor a másiknak is meg kellett fordulni. Olyan szorosan voltunk az ágyban, Gyulán, mikor bementünk a vagomba. Nagyon nem volt jó. Még helyünk sem volt, egymásra spréselődtünk. Hát ahután vittek bennünket, ugye ki nappal vittek mindig. Vagy hogy mondjam, mert nem tudtunk aludni, mert nappal mindig vittek. Éjjel megállt a vonat. Úgyhogy minket kiloptak. Jóformán. 2 hétig mentünk ki. 2 hétig Oroszországba. Hát aztán bevittek a vagon, bevittek a lágerba, ilyen emeletes ház volt. Oda vittek aztán, ott 7-8-an voltunk egy szobába. Aztán elosztottak bányába. Csillét kellett tolni. Szénbányába. Palát toltuk. Pala volt a vagomba. Azt kellett tolni. Egyedül toltam egy csillét. Sokszor háttal is tolni kellett. Nehéz volt. Ott nehéz munka volt a bányába. 3 műszakban voltunk, ott is éjjel is dolgoztunk. Műszak volt. Váltottak minket. Minket oroszokat is. Ugyanúgy dolgoztunk, mint az oroszok is. Műszakban. Bánni nem bántak rosszul.
az öregek, akik dolgoztunk lent a bányában, és nagyon aranyosok öregek voltak. Ugye én is 16 éves voltam, hogy kivittem azt. Az öregek még sírtak, és hogy miért vittek minket ki, mert azt hitték, hogy katonákat visznek, meg rabokat visznek oda. Azt minket hittek, gyerekiket. Hát én is 16 éves, 17-et az úton töltöttem be. Szomorú volt az. És óta meg bányába kellett dolgozni, szénbányába, csillét kellett tolni. 2,5 évig. Ebben volt olyan is, hogy beteg lettem nyáron, aztán kivittek a kolhozba dolgozni. Nem nyaralni, dolgozni. Kivittek az oroszba, ott az, mert délben mindig tejet kaptunk, egy fél liter tejet, és tejet ebédeltünk, ott kint Oroszországban meghíztam. Mert délben mindig kása volt, búrizs, vagy rendes rizs, vagy még disznó kása is volt. Azt egy fél liter tejet adtak minden délben. Minden magyar kapott egy fél liter tejet délben. Azon meghíztunk. Ez volt a munkánk. De dolgoztunk a tészbe, amit kapálni kellett. Azt csináltuk. A kolhozba kapálni kellett. Ott volt paprika, meg ilyesmi, ami a kertészetben van. Ott kapálni kellett. Nem volt pihenés, vagy hogy nem dolgozunk. De beteg munkát végezni kellett. Kapálni. Milyen? Voltam beteg is, kolhozba kint beteg voltam. Inekcióra jártam, mert olyan dombon volt, szép helyen voltunk. Dombon volt a ház, ahol laktunk, azt inekcióra is kellett járnom. Én nem tudom, mi volt a bajom, de inekcióra jártam be én. Azt egy kis magyar szoknyán megösmertek az oroszok. Megösmertek minket, olyan kis magyar szoknyán volt, azt apa jártam, azt. Olyan jók voltak az oroszok, hogy mikor mentem be, ott is inekcióra kellett járni. És mikor mentem be, akkor az oroszok behittak uzsonázni. Sajnáltak minket, hogy gyerekik vagyunk, azt kivittek Oroszországba. Az oroszok nagyon jó népek. Pláne az idősek. Azok is lejártak, még idős bácsi szakállas volt, már egy szakállam volt, az még lejárt a bányába dolgozni, az rajzolt nekünk a táblára. Rajzolt. Mikor kint voltunk a bányába, azt a bányából meg kivittek a kolhozba, mert utána ott dolgoztunk a kolhozba, ott a kapálni kellett. Meg kertészet volt, ott dolgoztunk. Meg paprika is volt, ilyesmi. Tehát volt mindenféle azért, baj is. Meg baleset is volt. Hát én olyan balesetben nem szenvedtem. Szerencsém, balesetem nem volt. Na gázmérgezést kaptam egyszer, gázmérgezést azt kaptam. Robbantották a szenet, aztán adtuk fel. Attól mérgezést kaptam, gázmérgezést. Az rossz volt nagyon, beteg voltam. Akkor nem is jártam dolgozni, mikor beteg voltam, akkor nem lehetett venni. A lágerba, a lakáson. Lágerben volt ilyen, 7-8-on voltunk egy szobában, egy személyek, és akkor úgy voltunk szobában, úgy kellett menni. Volt ott kéztörés. Kéztörés az nagyon volt, mert toltuk a csillét, és hogy toltuk a csillét szent kell fogni, hogy toljuk a csillét, megyen a masina lent a vágányon, már a csille, ahogy megyen, és akkor a kezünket, az ujjunkat, hát az ujjomat nekem is volt, hogy voltak a csillék, hogy el voltak törve azok az átmenő fák,
És akkor a kezünk rajta volt, nem láttuk, az akkor az ujjunkat megsértette. Már ahogy töltük a csillét, az ott meg ott volt az a fa el volt törve, az nem jó volt megcsinálva, akkor az ujjunk hiányzott, vagy sebes volt, levitte, mert neki ment a csilla. Nem látok, sötét van, bányában sötét van. Lámpás volt, egy lámpás van, és azt a csillére akasztottuk. Ugye a csilla az olyan, hogy olyan nem tudom én mennyi. Ráakasztottuk a végére, de hát az csak a végig világított. Az a lámpa, az nem világított nagy helyen, de egy kicsit látott, mert a sínt azt láttuk, amin ment a csilla. Olyan helyen dolgoztunk. Nem azt mondom, hogy éheztünk, hogy na nem adtak enni, na kaptunk enni. Káposztaleves az volt mindig. Káposztaleves az volt a főítel, a káposztaleves. A főítel volt, az volt káposztaleves. De ilyen húsleves félét egyszer nem ettünk. Ilyen itteni, itthoni húsleves egyszer nem volt. Soha, soha. Húsleves nem volt. Búrizsleves volt, az meg ilyen hántott búza. A búzát meghámozták, azt szészték levesnek is, paprikásnak is, meg sok mindennek, meg káposztaleves. Na az volt a főjeleddel a káposztalevesre, azt jót főztek. Az jó volt. Hát a kenyér az olyan volt, mint a tégla, olyan lapos. A lapos az olyan, így ilyen, ilyen vastag kenyér volt, az olyan, úgy olyan, olyan sarkos kenyér volt, barna. Hát az olyan, mit tudom én, hát az, mint a barna kenyér is volt akkor, olyan volt. A láger, az olyan volt, ott nem volt még, de hát lepedőt tettek rá, mert lepedőt azt hoztak rá, deszkán aludtunk, deszka volt, nem volt egy derékaj vagy valami, hogy lett volna. Akkor pricsek voltak. Én, hogy olyan kis vékon voltam kint, én fel kellett mászni a pricsre. Az első emeleten aludtam, ott volt csinálva, ahol lent is sekittek, akkor fent volt csinálva, az fent is aludtunk. Aki könnyebb volt, én mindig kis vékony voltam, azt fent aludtam az emeleten. De én vittem Dunnát, ki jó szerencsém volt, mert vittem Dunnát, azt nem fáztam. De orosz, bent meleg volt, mert szénbánya volt, az meleg volt, ahol voltunk, nem voltunk hidegben, nem voltunk. Nem voltunk hidegben, mikor tüzelni kellett, akkor is jó meleg volt, mert szénbánya volt ott, és akkor hát szened azt adtak tüzelni. Úgyhogy hidegben nem voltunk. Csak addig, míg mentünk a munkába, hát 2 kilométerre volt az út, a bánya. Hát az elég reggel meg este. Ugye reggel, mikor ott ment a lágerbe, felkeltünk, akkor is menni kellett 2 kilométer. Puskás őrkísért. Őrkísért minket mindig a munkába. Nagy fegyelem volt. Én azért megcsináltam, hogy én kimehettem a bazárba, és az őrök kiengedtek így vásárolni piskit. Piskinek mondták azt, hogy ilyen kukoricalizből volt az ilyen piski. Piskinek sütötték, azt árulták a piacon. Hint lehetett venni. Én kimentem mindig, engem kiengedtek. Mondom, engem engedjetek, én nem szökök haza Magyarországra, és sose hozok haza, ha nem hozok haza, én nem szöktem volna meg. Volt nőszemély is, hogy elszökött. Azt megbüntették, bezárták után.
kint a lágerbe, kivitték azt kint szírbe, egy kamarába bezártak, egy helyiségbe, de volt zárva, ami rászökött. Én nem szoktam volna, ha nem moznak haza. Be volt kerítve, de még őrök is vigyáztak. Őrök is voltak fent, magasan kellett az őröknek menni, azt még őrök is vigyáztak. Őrök is voltak, vigyáztak ott a lágernak a sarkai, a négy sarkán. Be volt kerítve, meg őrök voltak. Őrök azok voltak így. Úgyhogy ott, hát ki lehetett, mert engem kiengedtek. Na azt mondja, Málinki Magda, menjek ki, de azt mondja, bejössz, hogy igyekezzek ki, nem, ne legyek soká, menjek, azt nézek szét a bazárba. Hát kimentem a bazárba, ott járkáltam, szét néztem. Megengedték. De hát én visszamentem mindig. Női személy is volt, aki megszökött. Már hogy hazaszökött Magyarországra, haza akart jönni. És akkor aztán bezárták ott majd egy helyiségbe. Úgy volt bezárva, adtunk neki kenyeret be ablakon. Be volt zárva. Mi tőlünk elzárták, úgyhogy járhoz zárva. A közönségtől az benn volt egy szobába. Egy hideg szobába betették. Az olyanokat, úgyhogy megszökni nem volt az embernek kedve. Hát hova szöktünk volna, meg úgy se tudtunk hazajönni. Ott kint, hát ott Oroszországban jó volt a kórházban, mikor a kórházban is voltunk. Ott is beteg lettem a szénbányából, azt kivittek a kórházban, de dolgozni. Kórházban is kertészetbe kellett dolgozni. És ott megjavultunk, és munkával jobb volt, mint a bányában. Valakit a kórházba kiküldtek, akkor ott megjavult. Úgy mentünk be, meggyógyulva. Erre emlékszek. Én nem voltam bogaras, én nem kaptam se tetőt, semmit. Valahogy úgy szerencsém volt, hogy megúsztam. Nem volt se tetőm, semmi. Mert volt a lágerba. Férfiaknak is, még segítettünk pucolni magyar embereknek a fejüket, mert ugye a fején van a tetű. Azt akkor azt bekeltett a haját, kenimre a hajába volt az a serk, ami kikelt, azt akkor ott mászkáltak neki a tetünk. Én nem voltam tetves. Volt, amivel tisztítottuk Petró, talán Petróval, ha jól tudom. Petró az olyan, bekentük, azt akkor a serkék a hajon rajta volt, az megdöglött. Úgyhogy én tetves nem voltam. Arra vigyáztam, hogy a fejemet megmostam. Ilyen tusfürdő volt, tusfürdő, mint itt is vannak. Na, ott olyan van, szélbányában is. Így folyik a víz. Kinyissák, azt akkor alatt állom. De volt, hogy nem volt víz. Fel kellett öltözni, mert nem volt víz, aztán felöltöztünk, azt majd úgy voltunk, mi másik ruhát nem vettünk fel. Sokszor sokáig kaptunk áramot. Nem volt áram. Ilyesmi volt. Hát rabok voltunk, csak rab volt az ember, hát akik meghaltak, temették el. És olyan volt, hogy akinek az édesapja kint volt, még a temetésén se volt az apjának a temetésén. Eltemették. Mert volt olyan, hogy na most itt van a körös tarcsa, ott is voltak, akkor úgy, mint mezőberény. Úgy is voltak, és volt, akinek körös tartsa, meghalt az apja, meghalt, el is temetik, de nem szólt a családjának, nem szóltak, hogy ne temetik az apját. Olyan nem volt, ha nem törődtek a halottakkal. Ott is, ha meghalt valaki, azt eltemették. Eltemették, azt jól van, de még ha a családja ott volt, még a családja se tudta. Nem volt a családja temetésén, kint eltemették. De hogy hova még nem jártunk a temetőbe, sose
volt, minket nem vittek a temetőbe. Aki meghalt, azt kivitték, de más nem csináltak. Gázmérgezést kaptam egyszer, gázmérgezés az rossz volt, mert fulladtam. Emlékszem, hogy majdnem megfulladtam, így nem kaptam levegőt. Nehezen kaptam levegőt. Most valahogy után csak addig, ott is orvosok is vannak, ott is vannak orvosok, azt akkor adtak gyógyszert, azt csak meggyógyultam. De bizony voltam beteg, nagyon beteg voltam kint. Mindig haza akartunk jönni, a hazajövetel. Mindig az reménykedett, hogy na, hallottunk ilyen újságot, na megyünk. Nem tudom, hány hónap múlva majd jön az kérvény, azt majd megyünk haza. Jött is kérvény, mert jöttek kérvények. Vadászok voltak kint mezőberénybe. Kint voltak vadászni, aztán az asszonyok sírtak, azt mondták, hogy miért sírnak. Azért, mert azt mondja, a kisgyerek otthon maradt, az anyját meg kivitték Oroszországba. Olyan is volt. A kicsi otthon maradt a nagyanyjával. Az anyját meg kihozták Oroszországba. Az persze, mikor ott kint összejövetel volt, az sírtak az oroszok, hogy ki vagyok. Akkor csináltak kérvényeket. Utána kezdtek kérvényeket írni, hogy akik ott kint voltak, oroszok is kidoboltatták, hogy írják össze a neveket, azt, akik kint vannak, hogy kérvényel haza követelik, hogy hozzák haza. De én nem estem bele. Már azokban, hogy akik korábban hazajöttek. Mert voltak olyan 3-4 csapat is, aki hazajött 20-an, 30-an, vagy 150-en is, hogy na, Gyulárul, meg Gyomárul, meg sok helyről összeszedték a népet, összeszedték azt, hogy volt, hogy hazajöttek többen, de én nem estem bele. Én csak már a véglegesekkel mentem is, megjöttem is haza. Már akkor jöttem haza, már mikor fel volt szabadulva. Románián jöttünk keresztül, gyönyörű szép hajnalokon jöttünk, olyan szép hajnalok voltak Romániában. Zöld voltak kapuig is, csupa zöld, az, nagyon szerették a zöldet, a gyepet. Gyep volt mindenütt a románoknál, nagyon szép nyáron hoztak haza. Az nyitva volt a vagon, azt úgy élveztük a hazajövetelt. Hogy jöttünk haza Románián keresztül, olyan szép, virágos, a konyhahajtó is csupa zöld, gyep meg zöld volt minden. Románia az nagyon szép, tiszta. Virágok vannak, meg zöld, úgyhogy a konyhahajtóik zöld volt nekik, hogy olyan szép, tiszták voltak a románok. Ott jöttünk haza, hogy tudtuk, hogy azok most jönnek haza, mi meg kimaradunk. Ha persze az nem esett jól senkinek se, kimaradtunk. Ott is volt az orvoshoz, elmentünk az orvoshoz, volt, hogy csak adtak nyugtatót. Csak jártam, én is jártam orvoshoz ott is. Hogy az ember csak ideges volt, ugye hazajöttek, azt mondja, meg kimaradtunk, hát persze, hogy idegesek voltunk. Az akkor gyógyszer az volt, adtak gyógyszert. Csak segített egy kicsit az a gyógyszer. Meg betegség is volt, én is kaptam gázmérgezésbe is voltam, úgyhogy nem voltam kint hetekig, nem voltam a bányában, mert gázmérgezést kaptam. Robbantották a gázt, és akkor a gáz az túlment, azt én is beszíttam. Aludni is éjszakát végig tudom aludni. Végig alszom, nincsen így bajom, hogy na most. Köhögök, vagy fúladok, vagy valami, semmi ilyen nincs. Nem maradt semmi. Meggyógyultam. Csak hát itt is, ugye, itt is már most ez is fogság.
mert ez is, ahol most vagyok, ez is fogság. Itt a öregek otthonában vagyunk. Hát itt is vagyunk, egyedül vagyok egy szobában, így egész nap egyedül vagyok egy szobában. A szabad napokon, hát a lágerben el voltunk. Lágerben, mert lágerben laktunk. Ott a nagy szoba volt, 7-8-on voltunk egy szobában. És akkor, hát ott amiben voltunk, ki voltunk írva, hogyha kiírtak bennünket, akkor kint voltunk ott a szobánkban, mindenkinek meg volt a szobája. És akkor úgy voltunk a szobában. Olvastunk, meg moziba is néha elvittek azért, néha elvittek az oroszok moziba is. Tudom, hogy voltunk moziba, meg ilyen előadásokon is. Volt, hogy már utóbbi időben elvittek jobban. De az nem pótolt semmit se. Könnyebb volt egy kicsit, hogy elmentünk, vagy nézegettünk valahon, vagy moziba is, hogyha voltunk, mert moziba is elvittek. Hát megnéztük azt a mozit, vagy mit tudom én. De hát olyan volt az csak. Olyan kényszer volt minden. Kényszerből csinálták, hogy érezzük jól magunkat. Az így csak, kicsit csak törődtek velünk. De hát ott azt a munkát, azt le kellett dolgozni. Ha volt, hogy nem láttam 3 hónapig soha a világot. Reggel lementem, este jöttem haza, már sötét volt. Bányába, szénbányába. Az volt a legborzasztóbb, mikor a legelőször mentünk a szénbányába, azt a napvilágot itt hagyni, az nagyon rosszul esett. Az borzasztó volt, mikor először mentünk a bányába. Hogy bejöttünk világosba, azt mikor lementünk, ott meg már égett a villany. Ott ugye áram volt, ott nincsen nap. Oroszország, kilométereket mentünk lent, már a bányába. Gyalog is menni kellett, a kilométereket. Akkor csillét toltunk, egy tolt egy csillét. Némészer volt, hogy felfele is kellett volna, akkor a hátunkkal is toltuk azt a csillét. Nekem is sokszor fáj a derekam. Úgyhogy mostan a betegek közé tartozok. Gyenge vagyok. Le vagyok gyengülve. Meg hát már itt is bent van az ember, itt nem dolgozik, mert itt dolgozni nem dolgozik, az mégis gyengül. Én is gyenge vagyok. Most is úgy elfáradtam, hogy ide kijöttünk. Fárasztó volt jönni, itt elég sokat kellett jönni gyalog. Meg is kellett állni, pihenni. Nem bírok úgy menni, fáj a lábam. Lábam fáj. Na, de hát én is már 98 éves vagyok. Még élek. Megvan az ember úgy, ahogy megvan. Itt is ott vannak a szobában. Magam vagyok egy szobában, de... Hát, hogy mondjam, hát csak fogság. Fogság ez. Nem úgy van, mintha szabadon él az ember, vagy otthon. Persze, hát a kapcsolat az meg volt, így írni lehetett. Az nem volt, hogy nem tudtunk a Magyarországról. De már mostan... Most úgy magára van az ember, magamra vagyok hagyva. Egy fiam van itten. Vagy nem is egy, hanem hát kettő van itt, ott, ahol én vagyok, az beszokott jönni hozzá minden nap. Az minden nap bejön, de ki kint lakik egyedül civil. Hazajövetel az már, mikor már úgy zajlott, hogy na jövünk haza, haza. Mikor a javunkra volt, az jól esett az. Már mikor jöttünk haza, de mikor jöttek a csapatok haza, azt nem jöttünk haza, az rosszul esett.
mert az csak rosszul esett mindenkinek, hogy kín maradt. Mert nem lehetett mindig mindjárt jönni haza. Voltak, akik csoportonként be voltak osztva, hogy jöttek haza. Jöttünk haza, az nagyon jó volt a készülődés hazafele. Nem készültünk napokig, ott kint is. Ugye most jövünk a nagy útra, jövünk haza. Hát az nagy dolog volt, a félmezőberény kint volt a vasútnál. Akinek nem volt rokon, az is kint volt. Kiabálták a nevünket, mert majd meg se ismerték. Én se ismertem meg még a hozzátartozómat se. Ugye nem láttuk évekig, nem láttuk egymást. Borzasztó volt. Sok mindenem mentem keresztül, de ennyit kibírtam. Hát nem is igen van olyan idős, mint én, vannak, de mit tudom, olyan idős, mint én vagyok a legidősebb közt. A legidősebb közé tartozok. Az elég sokan volt, hogy jöttünk haza. Szabadon hoztak bennünket haza. Nyitott marha kupéba jöttünk, nyitott volt. Tudom, olyan szép volt az a Románia. Románia az nagyon szép. Olyan szép zöldek az ajtóik, sokszor csupa az ajtóik, csupa zöldgyek volt. Az nagyon tiszták voltak a községek, hogy jöttünk, hoztak haza, mert nappal jöttünk. Már Románián keresztül látunk. Hát már ugye ott nem volt, bányában, mikor nem mentünk le, akkor ott nem volt mit csinálni a lágerba. Akkor olyan szabad nap volt, ahol szabad nap, ahol laktunk, az szabad nap volt, hát akkor idétlenkedett az ember, átötötte az időt, örültünk, mikor már jöttünk hazafele. Az öröm volt, ott ültünk mindig jó. Az ajtóba, hogy láttunk széjjel. Mondták azt akkor, hogy hol volt, az már az meg is szűnt az a helyiség. Az a hely ott, ahol voltunk. Nem tudom, hogy mi volt a neve, de azt megszüntették azt voltán. Hát, és ott tudja nekünk az, hát akkor ott nekünk az volt a jó. Oroszországban, ahol ott meg voltunk szokva, mert meg voltunk szokva, hogy nekünk ott kell lenni, hát azt ott voltunk. Hát hiába sírt az ember örökké, nem sírhatott úgyse. Bírtuk. Én is eddig bírtam itt is. Hát itt is van, aki nem bírja, vagy mit tudom én. Gyógyszer sokat szed, én is szedek gyógyszert is, de nem olyan túl sokat. Ahhoz képest nem olyan sok gyógyszer szedek. Kint volt a félmezőben, én kint volt a vasútnál. Ott kiabáltak, de nem itt kiabálták mindenkinek, mert nem ismerték meg egymást, hogy mi is hazajöttünk. Én nekem is ott vártak négyen, öten. Kiabáltak ott rengeteg, ugye, nagyon sokan kín voltak a vasútnál, akiknek nem volt rokona, még az is kijött, hogy na, megjöttek a magyarországiak, az akkor kijöttek, hát örömükbe. Ösmerősökkel találkoztunk ott kint, ott már a vasútnál. Mindjárt héztunk a levegő, mindjárt másolt, én is mindjárt meghíztam. Most megint a soványok közé tartozok. Most meg hozzá fogtam fogyni, most meg olyan kicsit eszek, hogy mindig mondják, Mardi néni maga nem ettem meg, most sem eszem meg a kaját, amit adtak, azt megyek összefele. Hát utána minket szabadon értünk, szabad lábon. Nem kellett járni sehova se, úgy kint szabadon. Nekünk földünk volt, az földet dolgoztunk. Ott dolgoztam a földbe. Már kapáltunk meg minden, 9 hord földünk volt.
az elég nagy darab föld volt, az ott mindig kapálni kellett, hogy akartuk, hogy teremjen, az ott termett, aztán abból ítünk. A tanyán. Tanyánk volt, saját tanyánk. Abba voltunk, akkor azt mondom, utána már mikor elmuszáj volt adni, akkor azt eladtuk, de saját pénzünk írattuk el, úgyhogy megkaptuk a pénzt érte. Úgyhogy aztán a házat rendeztük meg, volt tanya is, ház is, minden. Most meg hát ez a három fiunk volt, megnősült mind a három, még most is megvannak. Unokák vannak, most már déduk, már dédi unokám is van. Várjunk, hány is van. Krisztiánéknál van egy. Jocóéknál három. Hát van hat unokám, de már van benne 16 éves is az unokák közt. Már beszokott jönni, engem is megnéz, meg süti a süteményt, kislány. Most sütik a süteményt, 16 éves kislány. És unokám azt bejönnek, azt, hogy megnézik a mamát, hoznak sütit. Szoktak hozni. Szoktak is mindig hoznak. Ha bejönnek, akkor mindig sütnek valamit, hogy hozzanak be nekem sütit. Meg olyat sütnek, amit én sütöttem, mikor kín voltam. Szóval már az olyan, amit te sütöttél, én tűrem az unokám. Már az unokám olyan nagy, 39 éves, azt ugye már az, hát már neki is, már gyerekik vannak. Már nagyok. Már az unokámnak is unokája van, 16 éves unokám van. Csoda tudja valahogy úgy kimegy a fejemből. Nem nagyon foglalkozok vele. Úgy eszembe van, hogy voltam Oroszországban is, meg bányában voltam, toltam a csillét. Úgy gondolok arra is, de úgy nem köt le, se harag, nem. Hát harag sincs, hát akkor az volt, akiket beleestünk, azt benne voltunk. Azt kínlottunk. Nem tudtunk más csinálni. Kint is, hát ott is a munkahelyen is, ott is dolgozni kellett. Ugyanúgy, mint a másoknak műszakra. Akkor volt, hogy kaptam gázmérgezést is kaptam. Voltam csíle összenyomott. Odaálltam a falhoz, hogy majd a csíle elmegy a sínen. A csíle nem tudott elmenni, hármat forgott velem, azt összenyomta a derekamat. Most gondolja, nem tudott elmenni a csíle, mert nem tért el. És akkor én nekem meg kellett fordulni a testemmel. Megfordított a masina. A falnál, ahogy tolt a csíle, azt fordított meg, az nem volt jó. Lejöttem, beleestem a vízbe. Mert a szénbánya az olyan, hogy szén van, így szén van, de aztán ennek meg alatta víz van, víz. A szénbányában víz van. Kalocsnyit adtak ott is, kalocsnyi, gumikalocsnyi volt. Azt húztunk fel, mert vízes volt a láger. Lágerbot, alól állt a víz, lent a bányába is. Vigyázni kellett, hogy abba kalosnyiban nem menjen bele a víz. Csak szerencsém van, hogy betegségek kapott, olyan betegség nem kapott el, hogy na beteg lettem volna. Nem voltam nagy beteg mostanában. Azt valahogy úgy átvészeltem, de most meg gyenge vagyok, most le vagyok gyengülve. Meg kicsit eszek nagyon, nem tudok enni. Azt mondják, hogy nem ettem meg, most sattam meg, a reggelit se eszem meg. Hát persze, hogy keveset eszek, és akkor nem erősödök.